Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ma rendkívüli módon a Szilágy megyei Zsibóról, a hajdani Veselényi birtokról köszöntöm Önöket. Itt a Veselényi kastély egykori angol kertjébe állítottuk fel rögtönzött stúdiónkat, hogy jobban megismerhessük-e Kolozsvártól 90 kilométerre fekvő régi magyar település szépségeit, értékeit. Közben elmondom a nézőknek, mert valószínű, hogy látják a háttérben lévő úriembert, akit bogrács gulyást főz, hogyha követik adásainkat, és az utánunk következő román adást is nézik, ott fog kiderülni, hogy mi fő abban a bográcsban. És akkor most kérem szépen az első bejátszás, majd várom ide az első meghívottamat, Sárközi Pál városi tanácsost, aki volt alpolgármestere is Zsibónak. Zsibotelke, Zsibó, Kibúr, mindezek az erdélyi mezőváros egykori nevei, a Veselényi uradalomként vagy Jókai regényeiből is hírnevet szerzett Zsibó. E beszélések szerint a bárói család birtoka akkora volt, hogy a Veselényi hintó Zsibóról Kolozsvára a saját földjén keresztül érkezett. A Veselények büszkesége volt a messze földön híres zsibói ménes, amely apáról fiúra szállt. A kastély végül 1810-re készült el. A lószobrot, amely az istáló falán látható, Johannes Nachtigal faragta. Vadas parkjában az akkori arisztokrácia krémje mind megfordult. Botanikus kertje messze földön híres. A közelében található sárkányok kertjeként elhíresült természetes geológiai képződmény Románia egyik természeti csodájaként van nyilvántartva. Bár a kommunizmus lebontotta a mezőváros régi épületeit, tömbházakat építve ezek helyére, a család hagyatéka ma is elevenen él a zsibóiak emlékezetében. Noha a város ma már nem az, ami régen volt, a Veselényi kastély sem az már, a család pedig kihalt, a város könyvtárában, bár mai kiadások, mégis az egykori uruk ihlette, vagy éppen ezek által írt műveket ma is féltve őrzik. A város egykori magyarsága 10% alá csökkent, ami egy 10000-es kisvárosban legfennebb egy falunyi magyart jelent. 2002 őszén kerültem a zsibói iskolába. Egész addig Zsibó mellett Benedek falván, illetve Szilágycsebe dolgoztam, és azóta itthon vagyok. Nagyon sok gyerek volt. Az első osztályom 18-as létszámú osztály volt, és a kis létszámosztály, a legkisebb létszámosztály volt. 30-as, 32-es létszámosztályok is voltak. Sajnos most megcsappant, most elkezdődött a fogyás. Nagyon kevés gyerekünk van. Most összevont osztályokat tanítunk, két tanítónő van, és ugyancsak összevont oktatás folyik az 5-8 osztályban is. Én az előkészítőt, illetve a harmadikat tanítottam tavaly. Az idén első, negyedik osztályom lesz 10 gyerekkel. Nincs magyar iskolánk, valamikor régen az is volt, most már nincs. Magyar oktatás is folyik az Octavian Goga technológiai liceumban. Nagyon kevés, körülbelül 35 gyerekünk van előkészítő 8. osztályban összesen. A fiatalság elvágyik Zsibóról. Nagyon sokan külföldre mentek, mások a nagyobb városokat keresték, kevesen maradtak itthon. Volt tanítványaink közül nagyon kevesen vannak itt, akik most tanítványaink szülei, tehát nagyon kevés ilyen gyerekünk van. Kiöregedett a város. Vegyes házasságokból jövő gyerekek kell, van szerencsénk. Tudniillik az az elképzelésük és az az elgondolásuk, jobban mondva, hogy a gyerek negyedik osztályig megtanul írni, olvasni magyarul, és utána román tagozatra adják, elég utána is, hogy anyanyelvén tanuljon, mivel általában az anyukák magyarok, románok. És én nagyra értékelem az ilyen családot. Ott, ahol az anyuka is magyar, apuka is magyar, a román tagozatra íratják a gyereket, mert jobban érvényesül. Tehát ez a magyarázat. Kolléganőmmel együtt pont azért, hogy bizonyítsunk, hogy nem fog jobban érvényesülni. Nagyon sok versenyre, minisztérium által kiírt versenyekre visszük a gyerekeket, és
Nem dicsekedni akarok, de minden évben egy-két országos első díjjal térünk vissza. Tehát legyen az a Szatmáron szervezett vidámversek versmondó versenye, vagy a népmesemondó verseny, vagy a regemondó verseny. Tehát országos versenyekre juttatjuk el a kisiskolásainkat, és mindig szép eredménnyel térnek haza. Reménykedik abban, hogy az a tendencia majd megváltozik a Nem. magyar szülők Nem. esetében? Nem. Fogyunk, és kilátástalan a jövőnk. Tehát nagyon-nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy már jövőre egy tanerő marad csak. Négyes összevonttal fog működni a zsibói magyar tagozat, ami félek, hogy maga után vonja azt, hogy még azok közül is fognak román tagozatra menni, akik eddig magyar tagozaton jártak. A szülők nem értik meg az összevont oktatás lényegét. Én szerintem, aki összevont oktatásba jár, az a gyerek az önállóbb, hamarabb megtanul tanulni, és ezt a szülők nem értik. Bár borulátásuknak adnak hangot, nem félnek és nem restelnek változtatni. Sőt, talán nem is a borulátásnak nevezhető az, ahogyan a zsibójak látják saját helyzetüket. Inkább realista hozzáállás, de kedvüket nem szegi ez az állapot. A zsibónak van egy olyan történelmi múltja, amit ki kellene aknázni, ki lehetne aknázni, aminek a fontosságát úgy erdélyszerte, mint éppen a zsibójakban kellene tudatosítani, hogy mi a jelentősége annak, hogy mi ilyen múlttal rendelkezünk. Mit lehetne tenni ezzel a múlttal, hogyan lehetne adott esetben a múltat felhasználni ahhoz, hogy jövőt építsünk belőle. Visszatérve a jelenre, még egyszer azt mondanám, hogy igen, ez a helyzet zsibón. Ha magát az oktatást nézzük, ha magát a magyar közösséget nézzük, én igen, erről tudnék többet beszélni, akkor azt mondanám, hogy még szomorúbb a zsibónak ez a jellemzése, vagy a zsibói magyar közösségnek a jellemzése mégis szomorúbb kell, hogy legyen. Ugye az iskolánk gyakorlatilag azt kell mondani, hogy haldoklik, a magyar oktatás az iskolába haldoklik, nincsenek gyerekek, a gyerekek közül jó párat román tagozatra iratnak, ugye szeretjük általában a szülők hibájaként felemlíteni, de említsük meg azt, hogy nagyon-nagyon sok szülő gyakorlatilag nincs mást, mit tegyen, hiszen 8. osztálytól nincs magyar nyelvű oktatásból, nem is volt, úgy tudom. Alternatívákat pedig kellett volna találni, de senki nem keresett. Ugye Zila itt van, nincs olyan messze, 16 kilométer, református kollégium és egyéb jó magyar tagozatok, vagy erős magyar tagozatok ilyen irányban. Nem történtek lépések, hogy ugye a zsibói oktatást azt valahogy úgy is megmenteni, hogy alternatívát mutatni a szülőknek, esetleg segítséget adni nekik ahhoz, hogy a gyerekeiket magyar iskolába irathassák. Azt nagyon jó kell látni, hogy főleg mezővárosokban az itt élő fiataloknak, magyar fiataloknak túl sok, és fogalmazzunk így, hogy minőségi szórakozási lehetősége nincs, tehát ugye Kolozsváron színházak, táncházak, vagy egyéb lehetőség arra, hogy tartalmasan töltsék el az idejüket, van, itt nincs. És éppen ezért ennek meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy minél tartalmasabban próbálják az idejüket, hogy tudják az idejüket eltölteni. Nekünk, be kell vallanom, nagy segítségünkre van egy olyan dolog, amitől általában az ember óvja a gyermekeit és önmagát is, az unalom. Tehát a vakáció az a mi gyerekeink számára nem feltétlenül egy örömteli időszaknak a kezdetét jelenti, hanem hát unatkoznak, többször is jönnek és mondják, hogy unatkozunk. És akkor ezek a programok igen segítenek. Segítenek abban, hogy hát tartalmasan is jól érezzék magukat, de én mindig hangsúlyozom azt, hogy az egyház nem rendezvényszervező iroda.
ezt a munkát is, vagy ezeket a lehetőségeket is egy bizonyos céllal kell biztosítsa a fiatalok számára, és teljesen egyértelmű, ugye nem csak hitem szerint, hanem jó pár kollégám hite szerint is mondom azt, hogy nekünk egyfajta erkölcsi hitnevelést kell adjunk. Én optimista vagyok, és úgy látom, tehát nem vagyok ugyanakkor az optimizmusomba túlságosan elszállt sem, ez a gyülekezet le fog épülni. Tehát a zsibói magyar közösség mindenképpen, tehát az, ami már egy folyamat, az meg fog történni, és van egy erős leépülési folyamat. A nagy kérdés az, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk-e állítani, mondjuk úgy, hogy a vég előtt, és esetleg onnan építkezni visszafele, vagy pedig nem. Mi azon dolgozunk, hogy magának a leépülésnek a folyamatát lehetőleg minél hamarabb megállítani, és akkor onnan elkezdeni építeni arra, aminek az alapjait már most szeretnénk lerakni. Nem vagyunk ábrándozók, tehát látjuk úgy a hitbeli életnek a mienségét, az erkölcsi életnek a mienségét, ifjúsági életnek, a közéletnek a mienségét, tehát tisztában vagyunk a realitással, de azzal is tisztában vagyunk, hogy jó emberek a zsibói emberek, nagyszerű emberek a zsibói emberek, értelmes emberek a zsibói emberek, akikkel lehet építkezni. És azt is látjuk, hogy a gyerekek is és a fiatalok is többre vágynak. Nagyon jó szakembereink vannak, tanítók, ugye óvodába, vagy akár iskolába, tanárok, akikkel tudunk együtt dolgozni, és igyekszünk is együtt dolgozni, és hogyha ezt nézzük, tehát magát ezt a potenciált, akkor azt mondjuk, hogy ebből a szempontból sem vagyunk, tehát nem sötét a jövőnk ebből a szempontból sem. Mi bizakodóak vagyunk, és ezért dolgozunk, tehát gyakorlatilag itt nappal át éve. Kedves nézőink, hát élő közvetítést láthatnak Zsibóról, a Szilágy megyei Zsibóról. Itt vagyunk a Veselényi kastély egykori angol kertjében, és már is üdvözlöm itt a rögtönzött stúdiónkban első meghívottunkat, aki nem más, mint Sárközi Pál, városi tanácsos, hát ugye volt alpolgármestere a városnak. Jó napot kívánok! Kezit csokkolom, jó napot kívánok a kedves nézőknek. Hát igen, a 2008-2012-es mandátumban az RMDS részéről voltam Zsibóváros alpolgármestere. Az iménti riportot, hát képkockákat nem láttuk, de hallottuk, meglehetősen pesszimista volt a tanítónéni, illetve a református lelkész jövőképe is az itteni magyarságról. Ön mit szól ehhez? Hát igen, a tények alapján el lehet mondani, hogy pessimizmusra ad okot, de bennünk kell legyen egy optimizmus. Figyelembe kell vegyük azt, hogy Zsibó egy 800 éves település. 1205-ben volt az első írásos megemlítése. Az évszázadok folyamán változott. Most még nagyobb változásokon megy át a magyar lakosság szempontjából. Mi 20-valahány éve azon munkálkodunk, hogy a magyar iskolát ilyen vagy olyan formában megtartsuk. Gyerekeink, ahogy a tiszteletes úr is mondta, nagyon ügyesek, versenyeket nyernek országszinten is, és bennem van egy olyan optimizmus, hogy ez a folyamat meg fog állni a vég előtt, és onnan újra fogunk építkezni. Nagyon jó, hogyha megvan ez az optimizmus, bár csak így lenne. Azt mondja el nekem, hogy mekkora, hány százalékos a magyarság számaránya itt Zsibón, illetve hogyan álltak ezzel régebb? Hogyan változott az idő folyamán? Az utolsó népszámlálás, a 2011-es népszámlálás adatai szerint a 10.105 zsibói lakosból, amely magába foglalja a 4 falut is, amely Zsibóhoz tartozik, a magyarság száma 1205. Tehát ez egy 13-14% között van. Ez az évszázadok folyamán nagyon sokat változott, mert a 17.-18. században a Zsibó lakossága, a magyar lakossága a 75-80% között mozgott. Ahhoz, hogy az 1956-os népszámlálásnál már a 30% legyen, és onnan folyamatosan csökkent.
Tehát a 2800 lakosból, amely a 1956-ban volt, most az 1205-ön vagyunk. Ez annak tulajdonítható, hogy Zsibó nem is városa, inkább egy nagyobb község, ahogy sokan mondják, és fejlődési lehetőség nem nagyon volt, és a fiatalok zöme elvándorolt Zsibóról. Jó, hát akkor ön városi tanácsosként hogyan látja, milyen problémákkal küzdenek meg? Tehát a városi tanácsban eleve próbálják-e valahogy itthon tartani, vagy akár a legközelebbi város Zilah is elszippantja az embereket, a magyarságot? Igen, igen, hát Zilah szippantott a legtöbbet, majd Nagybánya is, Kolozsvár is. A nagy probléma, mint ország szinten, a munkanélküliség. Tehát a munkalehetőség, és főleg a fiataloknak, és a úgymond a fiúknak, a férfiaknak elég gyenge Zsibón. Habár rendelkezünk egy 22 hektáros ipari parkkal, befektetőink vannak, belgák, hollandok, romániaiak. Ez a magyarság rendelkezik ezzel? Nem, vagy nem, tehát ez a maga a város, tehát ezt a város szinten mondom. És lenne lehetőség még többre, és reméljük, hogy lesz is. Mi az, ami az itteni magyarságnak, hát most már a kevés magyarságnak a büszkesége itt Zsibón? Mi az, ami... Hát, hogy mondjam, a büszkeségünk maga a történelmünk. Az, hogy egy 800 éves település vagyunk, a környéken, a Rákóczi-hegy lábánál volt Rákóczi-György csatája 1705-ben. Maga a Veselényi kastély, a Veselényi birtok, az 1849 szabadságharc augusztusi fegyverletétele, ahol a Veselényi kastély kertjében utolsónak Kazinczy Lajos ezredest tette le a fegyvert. Maga a zsibóiak. És utoljára említeném meg a 2004-es szoborállítást. A ifjú Veselényi Miklósnak 2004. március 14-én állítottunk emléket egy egész alakos bronzszoborral a templomkertbe. Változott-e Zsibó, illetve azelőtt még azt szeretném megkérdezni, közben eszembe jutott két-három kérdés is, hogy ennyi szép dolgot elmondott, turizmus hogyan működik? Jönnek-e látogatók, jönnek-e turisták, ide tudják-e vonzani? Hát hiszen most is egy csodálatos helyen ülünk. Majd igen, bemutatjuk tehát, a botanikus kertet is, igen, a nézőknek hamarosan. A turizmus megnövekedett, főleg mióta ennyire kibővült a botanikus kert. Utolsó beszélgetéseinkkel az igazgató úrral szeretnünk egy olyan úgymond útvonalat létrehozni, amelybe belevonjuk a botanikus kertet is, a Veselényi kastélyt is, és a környező nevezetességeket és látványosságokat Zsibó mellett. Mennyit változott, említette az imént, tudtunk két szót váltani, bár utolsó percben érkeztünk ide. Mennyit változott, illetve említette, hogy változott Zsibó arculata az elmúlt 5-6 évben? Igen, arról beszélt? Tehát Zsibón nagyon sokat segítettek az EU programok. Az utóbbi 6 évben lehet azt mondani, hogy úgy Zsibón, mint a környező falvakban, majdnem minden utcát sikerült leaszfaltozni. Szennyvízhálózatot a város 75%-ára kiterjeszteni, vízhálózatot megcsinálni, és kezdünk egy kicsit modernizálódni. Más az arculata a városnak. Több a virág, több a zöldövezet. Az utolsó projekteink szerint szeretnük a központot egy kicsit felújítani. A református templom környékét és a polgármesteri hivatal környékét. És ez mind arra fele vezet, hogy vonzuk a turistákat, vonzuk az embereket is, és egy kicsit másképp nézzen ki a város is. Valamennyire emelkedjünk a botanikus kert szintjére. Hát ez kiváló példa amúgy, amit hamarosan bemutatunk a nézőinknek. Hát Sárközi úr, én kívánom, hogy így legyen, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt a egykori Veselényi birtokon tudtam önnel beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. Viszontlátásra.
Kedves nézőink, hát a Veselényi kastély első ura Veselényi Ferenc 1584-ben Bátor István híve és nagy érdemű kamarásaként kapta meg Hadadot és Zsibót. 26 faluval és a bárói címmel együtt. Az Erdély egyik legszebb barokk kastélyának tartott épületet 1778-ban kezdték el építeni. A munkálatok több mint 30 évig tartottak. Hogy hogyan rabolták ki és tették tönkre a kastélyt, és hogy most milyen állapotban van, arra nagyon kíváncsiak vagyunk, és hamarosan meg is tudjuk meghívott vendégünktől, aki nem más, mint Demjén István, helyi történész. Kedves nézőink, folytatjuk az élő közvetítést innen a Veselényi kastély angol kertjéből, és üdvözlöm is következő meghívottunkat, aki nem más, mint Demjén István, történész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves tévénézőket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát akkor én azt mondom, hogy most következzék egy rövid kis történelem óra. Hát ez egy olyan kastély, amiről muszáj beszélni, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, hiszen gyönyörű. És akkor kezdjük azzal, hogy ugye 1805-ben Kazinczy Ferenc első Erdély útja ide vezetett, és mit is talált itt? Tehát tudni kell Kazinczy emlékirataiból, tudjuk azt, hogy 1850 első Erdély útja során meglátogatja a Veselényi kastélyt is, és akkor már lényegében a Veselényi kastély építése folyik, a mostani Veselényi kastély építése folyik, és itt emlékirataiban megemlíti, hogy itt találkozik Franz Neuhauser festőművésszel, aki lényegében az ebédlő festményeit festi vászonra, és le van nyűgözve maga a festő munkájától. Megvan még ez a festmény? Már rég nincs. Tehát ez a festmény sajnos a történelem viszontagságos idejében valahol eltűn, nem tudjuk pont egészen, hogy hol is vannak ezek a festmények, úgy, ahogy nem tudunk elég sok mindent, ami lényegében a Veselényi család tulajdona volt, hogy egészen hol is van, ami kirabolták, széthorták. Ami egyszerűen mozdítható, tudjuk, előző korszakokban azért tudjuk, hogy előszeretettel mozdítottak el, amit el lehetett mozdítani. Egészen egyszerűen raboltak, igen. Hát, sajnálatos módon, igen. Ez a kastély 30 évig épült. Hogyan és mikor nyert el eredeti formáját? Tehát a most látható kastély lényegében több mint 30 évig épült, habár tehát tudni kell, hogy a munkálatok valamikor 1778-ban kezdődtek, és 1810 körül lényegében véget értek volna, hogyha majd az ifjabbik Veselényi Miklós, igaz az árvízi hajós nem módosított volna rajta. Tehát lényegében ez a kastély folyamatos változásokon ment keresztül. A kezdeti kiinduló pont az volt, hogy egy négyszögletű kastély lesz egy belső udvarral. A lényegében három oldal elkészült, és azért mondom, hogy változások történnek ifjabbik Veselényi Miklós idejében, mert lényegében a nyugati szárnyat ő lebontja. Nem tudjuk, hogy miért, talán újítani akart
vagy nem, nem tudjuk, hogy milyen megfontolásból, de azt lebontatja, és a déli lényegében, ami lezárta volna a belső kertet, a déli, az déli oldal, az soha meg nem épül. Tehát onnan nagyon sok információt tudunk meg, ez is egy érdekesség, hogy rengeteg információt találunk a kastély építéséről Cserei Helena költségnaplójából. Tehát lényegében idősebbik Veselényi Miklós felesége, ő szépen egy kis füzetecskébe felírta az összes költséget, hogy mi mennyibe került, és innen tudjuk azt, hogy rengeteg építész fordult meg itt a kastélyba. Tehát azért is nincs egy letisztult stílusa. Sok, azt mondják, hogy barok, de én azt mondanám inkább, hogy a barok és a klasszicista stílus keveréke. Érdekességként elmondható, hogy lényegében a környéken nem találni ehhez hasonló kastélyt maga stílusában. Tehát még inkább Erdélyben sem, vagy akár Európában sem. Pest környékén a jellemző stílusjegyeket találunk meg, de itt a környéken egyáltalán nem találunk ehhez, és egész belső Erdélyben nem találunk ehhez foghatót. Tehát maga a stílus keveredés és maga ez a stílus nem találjuk meg. Milyen állapotban van most a kastély? Sajnálatos módon, tehát a történelem rányomta bélyegét a kastélyra is. Tudni kell, hogy azért voltak olyan rendszerek, gondoljunk itt a kommunista rendszer, amelyeknek nem volt célja az, hogy a kastélyt fenntartsa. Habár egy kicsit itt ellentmondásba keveredek, mert lényegében akkor még, amikor iskola működött benne, és majd későbbiekben pionírház, akkor még valamelyest javítottak rajta, viszont a kincsek, műértékek, műkincsek és egyebek értékek akkor tűntek el, és lényegében majd a rendszerváltozást követően lényegében a kastély úgymond hát nem is volt a jogos tulajdonosája, nem lehetett tudni, hogy... Mikrofont egy picit közelebb. Igen, nagyon köszönöm. Szépen köszönöm. Tehát maga a jogviszonyt még nem tisztázták, hogy ki lesz, tehát lényegében a senki volt és mindenkié, lényegében a kastély, és ezért látszik az állapotán is, hogy azért ráférne egy felújítás. Ma mi a helyzet a kastélya? Lényegében a Veselényi család leszármazottai visszakapták a kastélyt. Tehát állomosításkor az utolsó tulajdonosa a Veselényi Ilona volt, ha nem tévedek, és akkor az ő leszármazottai visszakapták a kastélyt. Legjobb tudomásom szerint értékesíteni szeretnék a kastélyt, tehát lényegében, hogyha valaki úgy gondolja, hogy itt szeretne élni Veselényi Miklós. Hát egy műértő igazán megvehetni a Veselényi kastélyt. Hát igen, sajnálatos módon az elég drága, sajnálatos módon egy kicsi itteni szervezet, kulturális szervezet ezt nem tudja megengedni, ezt a pénzösszeget magának, de gondolom segítséggel valahogy majd, hát hogyha sikerül megvásárolni ezt az épületet, ezt a kastélyt, és valami rendeltetést adni neki. Látogatható a kastély? A kastély le van zárva, tehát nem látogatható maga a kastély, kívülről meg lehet csodálni, és meg lehet nézni kívülről a lovardát is. Szomorúan hangzik, de hát, hogyha a lovardát említette, akkor térjünk vissza a múltba egy kicsit, a történelemhez. Ugye Messzeföldön híres volt a zsibói ménes. Igen, tehát lényegében a zsibói ménes az híres volt, és ez is mutatja, hogy lényegében a lovarda sokkal hamarabb megépült, mint maga a kastély. Tehát lényegében a lovardát elkezdték építeni 1711-ben, a kastély majd csak később kezdték el építeni a mai kastélyt lényegében. Tehát ez is eredményben az is lehet, hogy a ménes mellé, a lovarda mellé épült a kastély. Tehát igen, lényegében volt előzőleg is itt egy kastély, mert tudjuk, hogy 1750-es években kezdték felújítani a régi kastélyt, és aztán majd ezt lebontották és újraépítették. Híres volt a ménes, jelzi azt is, hogy mennyire híres volt, hogy Johannes Nachtlinger például ő készítette a domborműveket az istállóra. Úgy kell elképzelni, hogy az a szobrászművész készítette az istállóra a féldomborműveket, aki lényegében a kolozsvári Szent Mihály templomnak a szószékét készítette. Tehát gondolom érezhető az, hogy mennyire fontos volt a Veselényi család számára a maga a ló és a ménes. Tehát, hogyha hamarabb kezdenek el istállót építeni, és tudni kell, hogy azért terjeng az anekdóta is, hogy az idősebbik Veselényi Miklós valamikor 6 éves korában
az ifjabbik Veselényi Miklóst lóra ültette, hogy tanulja meg, hogy, mi, hogy nem szabad félni. Felültette és rácsapott a mén hátára, és elindult vele a ló, és persze természetesen megülte a lovat, az anekdóta szerint. Na, és voltak itt még történelmi pillanatok, ugye ott van a világosi fegyverletétel, tehát azután, ahol tudjuk, hogy 32 ezer ember adta meg magát, na itt is egy történelmi pillanat volt, amikor Kazinczy Lajos, hát itt, ebben a kastélyban igen, tehát tudni a fegyvert. Kell, tudni kell, hogy lényegében három történelmi esemény, vagy nem is, két esemény is a Veselényi család köthető maga a környékhez, Zsibóhoz. Tehát az első az 1805. november 11-én itt volt a zsibói csata, amit sajnálatos módon második Rákóczi Ferenc elveszített, és sajnos azt nem láthatjuk, szembe velünk található a Rákóczi hegy. Lényegében ott menekült valahol el Rákóczi Ferenc. Persze tudni kell, hogy léteznek anekdóták, hogy megfordította a lovapatkóját, és úgy sikerült elillanjon az ellenség elől, de ezt tudjuk nagyon jól, hogy ez lényegében minden vesztes csata után ez az anekdóta kering, hogy azon a bizonyos településen az volt. Tehát a Veselényi család köthető még Zsibóhoz, és mind ahogy azt ön is mondtam, az 1849. augusztus 25-ei fegyverletétel. Tehát világos után lényegében Erdélyben itt tették le utoljára a fegyvert. Kazinczy Lajos, annak a Kazinczy Ferencnek, a nyelvújítónak a fia itt tette le a fegyvert a kastély nagy termében, és persze 3-4 ezer honvéd pedig maga a kastélykertben tette le a fegyvert, és tudni kell, hogy ugye Kazinczy volt a 15. vértanú lényegében, Aradon főbelőtték. Hát én úgy meghatódtam, hogy egy gyönyörű környezetben, egy igazán mély és komoly történelmi múlttal rendelkező csodálatos helyen ülünk. Ez akár egy turisztikai műsor is lehetne, hát érdemes ide eljönni, érdemes meglátogatni. Érdemes. És még érdemesebb lenne, hogyha valóban a kastélyt sikerülne a régi pompájában, vagy legalább annyira helyrehozni, hogy látogatható legyen. Igen, érdemes lenne, és azért is érdemes lenne, mert nem szabad a feledésbe merüljön. És itt egy rövid történetet két perc erejéig elmondanám. Persze, nyugodtan. Például, tehát azért lenne fontos számunkra, hogy ezt nem szabad elfelejteni, mert ez a múltunk. Tavaly egy újságban megjelent egy újságcikk, hogy a botanikus kertjében található a Veselényi kastély. Tehát nem. Gondolkozzunk el, a Veselényi kastély itt áll pár száz éve, a botanikus kert pedig csak 50 éve esetleg. Tehát ezért nem szabad... És ráadásul itt a régi angol kertre épül gyakorlatilag. Igen, tehát, a botanikus kert, tehát ez nem egy új találmány. Tudjuk, hogy idősebbik Veselényi Miklós feleségének, Cserei Hellénának itt már voltak különböző kertjei és melegházai, és aztán tudjuk, hogy ezek a több száz éves fák, ezek nem véletlenül lettek ide, vagy nem 50 év alatt lettek ide, hanem itt lényegében ezen a 10 hektáron itt lényegében a veselényeknek vadas parkjuk volt, így mert van. Mindkét Veselényi Miklós szerette a vadászatot. És azt is tudjuk nagyon jól, hogy 1821 és 22-ben, amikor Széchenyi Istvánnal ifjabbik Veselényi Miklós Európát látogatta, akkor rengeteg növényt és növényfajt hozott be, és honosított meg itt Zsibón. Tehát ez nem véletlenszerűen került ide a botanikus kert, nehogy azt gondoljuk, hogy... Hát igen, csak az újságok, média is tele van azzal, hogy hú, milyen gyönyörű botanikus kert épült itt, úgy szinte igen, a semmiből, tehát... és kevesen mondják el azt, hogy ez igenis a veselényiek alapozták meg ennek a magját, anélkül ez a biológus, aki ezt kitalálta, anélkül nem jött volna rá erre a lehetőségre. Persze, természetesen, tehát ha meglátogatják, akkor itt látszik, hogy több száz éves fák vannak, tehát az nem lehetett 50 év alatt ilyen fákat növeszteni. Persze, le a kalappal a botanikus kert munkásságának is, tehát le a kalappal előttük, gyönyörűvé varázsolták. Hamarosan megnézzük és bemutatjuk a nézőknek is. De ezt tudni kell, hogy ez lényegében egy veselényi család hagyatéka az egész botanikus kert, nem az egész botanikus kert, hanem maga ez a környezet, és maga az a levegő, ami átlengi ezt az egész botanikus kertet. Tehát lényegében ez az ő hagyatékuk. Sajnálatos módon azt mondom, hogy nem látogatható egyrészt a kastély, másrészt pedig tudni kell, hogy
a Veselényi család nagy része ide van eltemetve. Tehát itt található a Veselényi kripta, amit sajnálatos módon az előző rendszerbe nagy részét fogták szépen a téglát, és abból házakat építettek a környéken. Igen. Ez is egy sajnálatos tény, de azt tudni kell, hogy nem szabad elfelejtenünk azt, ami a miénk és a történelmünk az, ami... Egyebet nem legalább beszélni róla. Nagyon szépen köszönöm Demjén Istvánnak, hogy befáradt ide a rögtönzött stúdióba. Tehát végül is én vagyok itt a vendég. Azt azért mondjuk el röviden, hogy egyetlen egy esemény mégiscsak zajlik, már vagy 20 éve itt a kastélyban, és ez nem más, mint a Vörös Marti Mihály szaló eset. Igen, tehát minden évben legalább egy rendezvény. Minden évben megrendezésre kerül a Vörös Marti Mihály szavaló verseny, és nem kell elfelejteni, hogy lényegében 2004-ben, mint ahogy azt az alpolgármester is mondta, sikerült az ifjabbik Veselényi Miklóst visszahozni Zsibóra szobor formájában, ami Sepsi Józsefnek a mesterműve, és ott áll rajta Veselényinek a jelmondata is, nunc vam retro, soha nem hátrálunk meg, és lényegében ez nem csak a Veselényi jelmondata kell legyen, hanem mindannyiunké, soha nem hátrálunk meg. Ennél szebb végszót nem is kérhettem volna, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem volt. Kedves nézőink, Szilágy megyében hát rengeteg magyar vonatkozású látnivaló van. Most ebben az egy órában nem tudunk teljes képet nyújtani erről, de egy pár perc erejéig én azt javasolom, hogy látogassunk el Szilágy Somlyóra. A település neve ugyanis szorosan kötődik Báthori István erdélyi fejedelem nevéhez. Itt található a Báthoriak első vára. Szilágysomlyói magyar ember, aki ne tudná, hogy mi van a Várhegyen, az valójában egy olyan vár, a Báthoriak első fészke, amit a 14. század közepén vesznek át, és idén a Kultúrminisztérium támogatásával szeptember 2-án fogtunk neki egy új ásatási kampánynak, ami hatalmas meglepetéseket vont maga után, olyan meglepetéseket, amikre egyáltalán nem vártunk. Sikerült beazonosítani a várnak a lakótornyát, sikerült beazonosítani a közép-árpádkori építkezési fázisokat, és a rengeteg gyönyörű szép leletanyag a legfontosabb lényege az idei kampánynak. A régész megmutatott nekünk néhányat a talált tárgyakból, a hétvégén azonban még többet lehet megtudni a vár történetéről, annak stratégiai fontosságáról, a bátoriakról, valamint a leletekről is. A legfontosabb leletek közé tartozik egy olyan lószerszám vagy ruha veret, amit felvartak, ami egy gyönyörű szép masszív bronz korongba faragott szárnyos oroszlánt jelképez, aminek analógiáit Budapesten találtuk meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, és tökéletesen lehet datálni 13. század végére. Mi több mellette, tehát ugyanabból a régészeti kontextusból előkerült egy negyedik László érme is, negyedik László ugye 1272 és 90 között uralkodott, tehát tiszta, hogy most már a vaták nevéhez tudjuk kötni ezeket a régészeti leleteket. Ami még nagyon fontos, hogy minden leletet topográfiai stációval bejegyzünk, és innen sikerült rájönni arra, hogy az egyik struktúrát, amit ugyancsak megtaláltunk habarcs és kőfallal ellátó struktúrát, milyen irányból támadták valójában. Tehát az adatok letöltése után a stációról észrevettük, hogy minden számszer-i bolcni, tehát minden számszer-i nyílhegy egy bizonyos sorban és sorrendben van a földben. Ez csak arra utal, hogy ezt a struktúrát megtámadták, azt is láttuk, hogy milyen irányból támadták meg, és hogy honnan osromolták a várat. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes eredményeik van az idei kampánynak, hogy mindenkit szeretettel várunk a hétvégén odafel. Odalent pedig Szilágysomlyó szívében vasárnap is zajlanak az ünnepi események. Szoborkoszorúzással, ökumenikus istentisztelettel hajtanak fejet a helyiek a település híres szülöttje, Báthori István, lengyel király, erdélyi fejedelem emléke és szellemi, történelmi hagyatéka előtt. Báthori meghatározta Szilágysomlyót az utóbbi 400 valahány évben. Most idén 480. születésnapját ünnepeljük, de mindenféle szempontból meghatározta a kisváros életét, szellemi örökségét igyekszünk ápolni az alapítványban, és megpróbálunk kultúrát vinni, megtartani, hozni. Ez az alapítvány célkitűzéses, gondolom, hogy
21 éve, amióta az alapítvány, a Báthori Alapítvány létezik, igyekeztünk tenni a magunkét. Kedves nézőink, a Veselényi Kastély hajdani angol kertje, ahonnan folytatjuk az élő közvetítést, az államosítás után köztulajdon lett. Azaz nem gondozta senki. 1959-től kezdve Vasile Fati, a kastélyban működő zsibói liceum biológia tanára egyre inkább elhintette azt a gondolatot, hogy a magas dombok közé zárt terület klímája megfelelő egy botanikus kert számára. Lássuk ezt a mesébe illő kertet, majd Sós József kertészmérnököt várom ide, aki itt dolgozik. Kedves nézőink, Sós József zsibói kertészmérnök a vendégem. Jó napot kívánok! Kezdj csókolom! Tehát az a megtiszteltetésért, hogy ebben a gyönyörű botanikus kertben, hát az itteni kertészmérnökkel beszélhetek. Mióta dolgozik itt? Mint kertészmérnök 2011-ből dolgozom a botanikus kertnél. Azelőtt dolgoztam 1986-tól, de mint munkás.
és közben, mint munkás, nagyon megtetszeltem ezt a mesterséget, és gondoltam, hogy egy kicsit tovább lépek, és ezért elvégeztem Kolozsváron a kertészmérnökit 2004-ben, és 2011-ben ide kerültem, mint kertészmérnök. Tehát akkor ön ismeri minden négyzetcentiméterét ennek a nagyjából mondhatjuk 86-tól erre. Én arra vagyok kíváncsi, hogy az ön szájából is halljam, mint kertészmérnök szájából, hogy végül is itt már létezett ugye a veselények angol kertje. Tehát a botanikus kert ennek csupán tovább gondolása, nem egy új találmány. Ez igaz, ez így van, hogy itt létezett, máskülönben a Veselényi kastélynak ez egy belső udvara volt. Itt létezett egy angol kert. Én már 86-ban, amikor ide kerültem, míg elértem, hogy nagyon öreg fákat, míg itt találtam, fenyőfajtákat, de bizony nem voltak jól karbantartva, és ezek lassan-lassan tönkre mentek. De ezek ellenében, hogy tetszett említeni az elébb is, az elhunyt Fáti professzor úr ezt átkarolta, és mint biológia tanár, ő gondolt arra, hogy ezt azért tovább kellene valahogy vinni. És így 1968-ban megalapított egy nagyon pici kicsi botanikus kertet, két kis üvegházzal, és innen lassan-lassan terjeszkedett. Ez a két kis üvegház, ami itt Nem, ezek utána jöttek létre. Uh-huh. Utána 1990-ben megalapították a Zsibai Kutatóintézetet. Ez a kutatóintézet, ez felkarol több részleget. A legfontosabb a tehát botan... itt működik egy kutatóintézet. Egy kutatóintézet. Igen, egy nagy kutatóintézet, amelynek van több részlege. A legfontosabb, ami persze a nevét is hordja az elhunyt professzor úrnak, a botanikus kert, Vasile Fati botanikus kert. Utána következik a kutató részleg, az egy még nem nagyon fontos részlegünk, ez az utóbbi 5 évben sokat fejlett, amióta van egy új igazgatónk, a dr. Szikora úr, ő ezt nagyon tovább fejlesztette. Akkor van egy kicsi akvárium részlegünk, akkor van egy kicsi kis állatkertünk, ahol egy pár vadfajtát be tudunk mutatni a kíváncsiaknak. És a másik nagyon szép részleg, ez amit körbe látszik, ez a kertészetnek egy kertje, amit mi most tovább akarunk fejleszteni. Egy kicsit, tehát valóban annyira ismeri ezt a botanikus kertet, a nézők láthatják képekben, közben igen, látják a képeket a botanikus kertről. Próbálj egy kicsit bemutatni a jellegzetességeit, az érdekességeit. Hát akkor kezdjük úgy, hogy mutassam be a botanikai részleget. A botanikai részleg beosztózik ugye egy kinti meg egy benti részre. A kinti rész, amit látszik itten a parkokban, itten általában még úgy próbáljuk beosztani ezeket, hogy itten állandóan tavasztól késő őszig állandóan legyenek színfoltok. Kicsit kezdeném hátra menni, ha lehetne venni egy kis képet onnan hátról. A tavalytól előállítottuk, ami azt mondják, legalábbis az a falszerűség, az a függőleges falat ott hátul, ami látszik. Hát, megkérem hátul, a kollégát, hátul, hogy próbálja mutatni úgy. Na ez falszerű sövény. Az. Nem is sövény, hanem ez színes dísznövényekből kiállított egy függőleges fal. Ez nagyon érdekes különlegesség. Ez a tavaly sikerült először összeállítani. De ezt hogyan lehetett megoldani egyáltalán? Húha, ez nehéz munka, ez most ide nem fér. Most esetleg nem állok fel oda menni megnézni, de nagyon érdekes. Esetleg a következő riportban akkor el tudnám magyarázni, elejtől fogva. Tehát van alatta nagyon... egy fal szerint? Ez nem egy fal, ez van vízszintes gerendák, arra rá vannak rakva ilyen 50x50 cm-es kaszetták, abban be van ültetve a növény is hátul, ami a legfontosabb, ott van az öntözőrendszer, ami nem látszik, és ami a legfontosabb. Hihetetlen. Még innen is látványos, alig várom, hogy oda menjek, és megnézzem közelebbről is. Mi ez volna a botanikai részről. A kutatási rész azért megint nagyon fontos, mert most jelenleg, ahogy említettem, az igazgató úr, Szikora úr dolgozik egy nagyon érdekes projekten, vagyis ebből miből áll. Vannak olyan baktériumok, amik a vízbe élnek, és pont mind a növény, amelyik fotoszintézis alapján előállítja a szép virágokat, meg a szép gyümölcsöket, ezek a baktériumok hidrogént állítanak elő. És ez a hidrogén, ez lesz majd a jövőnek az üzemanyaga. Mivel, hogy ez nem hagy semmi káros maga után, se füstöt, se smogot, semmit. Ez a kutatásra nézvén. Akkor megint nem említettem, egy kicsit átugrottunk rajta, van egy kicsi gyümölcsösünk fent a pontosan, nem tudom, említették eleinte a Veselényi kriptáját. Igen, beszéltünk róla. Na, nekünk van egy kicsi kis gyümölcsösünk. Tavaly elindítottunk egy nagyon kis, mondjuk azt mondtuk először, kicsi projekt. Pedig úgy látszik, hogy már megkezdik kicsit nagyobbra növekedni, mint a kisgyerek.
próbáljuk megmenteni, először azt mondtuk, hogy Szilágy megye és Máramaros megye szinten, a régi körte meg alma fajok, amik már kihalófélben vannak, amit lehet, mentsük meg őket. A tavaly megmentettünk körülbelül egy olyan 20-22 fajt, az idén már ott állunk, hogy már 60 fajnál van összegyűjtve. És reméljük, hogy továbbra így fog ezt, hogy gyűjtsük össze, meg kár értem, mert már nem tudom, hogy már, ha tudunk az öregekről, akik mesélnek a jó Batúról, a jó Sóváriról, a London Pepinről, a Kormosról, és folytatnám tovább a sok-sok jó fajtákkal. Mik ezeket most próbáljuk megmenteni? És azt mondom, hogy már egy kis lépés már tettünk ez irányba. Ha a magyarságot is így meg lehet itt menteni, és úgy látom, hogy meg lehet, mert mindenki bizakodó, akkor nagyon jó úton vannak. Hát reméljük, hogy összefogunk ebbe az irányba is. Vannak-e olyan régi növényfajok itt, ami még veselények idejéből maradtak? Ezt nem tudnám megmondani. Nem. Azért mondom, mert itt voltak valami régi fák, de sajnos volt egy pár, ami a villám belecsapott, összetörtek, szóval ilyen nagy cserik voltak. Nagy fák, de azok kihaltak. És a legrégebbi fa, most már utolsó pár másodpercen vagyunk, pedig nagyon kíváncsiskodnék továbbra is. Hátul, ahol volt rendesen a lovárda. Igen. A lovárda előtt van az a magas fa ottan. Még a látszik az egyik fenyőfának a hegye, ami megmaradt belőle. Még mondjuk az még a régi kastélyhoz tartozik. Sors József, nagyon szépen köszönöm. Hát én köszönöm nagyon szépen. Hát az, hogy vendégül látott. Ja, persze, most valóban vendégül látott itt. És akkor visszavárom műsorom majd a falon, hogy mesünk egy szépet róla. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Kedves nézőink, mai adásunkat a Szilágy megyei Zsibóról, mégpedig a Veselényi kastély egykori angol kertjéből közvetítettük élőben. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy tetszett ez a kis kalandozás itt. Felhívom a figyelmüket, hogy a háttérben lévő ha kíváncsiak, hogy mi fő a hátam mögött lévő bográcsban, akkor kövessék a román nyelvű adásunkat is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra innen Zsibóról. A bánfik 10 vannak, és mind a 10 Szilágy nagyfaluban élnek. Nagy részük a szilágysomlyói Szimeon Barnyúcsú főgimnázium tanulói. A csapattagjai olyan 11-es és 12-es diákok, akik már több hagyományápoló és néptánctáborban vettek részt együtt. Így már régóta ismerik a csapatmunka csinyát, bínyát. Történelem órán a történelem tanár az megkérdezte, hogy mivel mi nagyfaluiak vagyunk, és nekünk van kastélyunk, hogy nem nevezzünk ebbe a versenybe. És mi azt mondtuk, hogy szívesen persze, összeszedjük a csapatot, és hát ezeket a tagokat szedtük össze, mivel velük néptáncolunk, velünk modern táncolunk, velük van egy színi csapatunk, akikkel előadásokat szoktunk tartani, és így jöttünk össze. Amikor stábunk Szilágy nagyfaluba ért, akkor a fiatalok éppen az egyik webkastélyos feladat utolsó simításain dolgoztak. A második világháború után. Így. Mm. Csak oda rakja ezt például, hogy... De ez valahogy itt nem jön. Szóval kellene valami átkötő mondat, mert... Igen, mert itt ez így fiatal ki, hogy minden részvevő egyet tájékozható. Igen, mert így beszéltük, hogy mi volt. Fiatalsága számára. Nem, a falu fiatalainak. Kiindulva abból a gondolatból, hogy aki a múltat nem ismeri, az a jövőt nem érdemli, a fiatalok elhatározták, hogy nem csak felkutatják a faluban lévő bánfi kastély múltját, hanem a jövőjével is foglalkoznak. Szívvel, lélekkel vetették magukat a versenybe, és a lelkesedés meghozta az eredményét, hiszen az első két próba után a bánfik csapata első helyen áll. Csütörtökön megkapjuk a feladatot, mindenki elolvassa figyelmesen, hogy mit kell csináljunk, és pénteken összegyűlünk, megbeszéljük, hogy kinek milyen része lesz a feladatban, mondjuk, hogyha interjút kellett készíteni, ki veszi fel a riportokat, vagy ki megy el mondjuk a tiszteletes úrhoz kérdezősködni, és aztán szombaton megcsináljuk az interjúkat, feltesszük a kérdéseket az embereknek, és utána megpróbáljuk már a vázlatot összeállítani. Vasárnap ugyancsak még dolgozunk rajta, és hétfőn kedden pedig kibővítjük az egészet, hogy befejezzük a bejegyzést. Köszönöm.
Miután a bánfiak a 14. század közepe táján Szilágy nagyfaluban letelepedtek, nyomban jelentős magánépítkezésbe fogtak. Kastélyuk helyén reneszánsz udvarház állt, amelyről a legkorábbi adat 1417-ből való. Az épület 1514-ben a Dózsa György által vezetett parasztfelkeléskor súlyosan megrongálódott, még 1525-ben is romosan állt. Ennek a régi reneszánsz udvarháznak a helyén épült fel a jelenleg is álló Bánffy Albert-féle látványos, emeletes kastély. A kastély belső lakóudvarába a szivárvány módjára szépen hajlított kapun lehet bejutni. Minket mindig rémizgettek, hogy nem szabad bemenni a kastélyba, mert hogy na, milyen nagy, és hogy kisebbek voltunk, akkor hát félünk, meg ilyen történetekkel, hogy biztos ott valakinek a régi báró szelleme lehet ott kísérteni az ilyen gyereksztorikkal, de így általában mindig idejöttünk, hogy hinta is volt, és akkor örömünkre hintázhattunk. Nagymamám itt dolgozott, mint várónő. Gyakran jöttem ide, féltem, mert akkor még hetes iskolaként működött. Nagyon féltem a gyerekektől, de sajnálom, hogy abba hagyták ezt, és hogy megszűnt. Minden ember boldogan gondol vissza erre az időszakra, amikor még itt dolgozott, és még jobb állapotban volt. A kastélyt a II. Világháború előtt a bárói család eladja a református egyháznak, amelytől aztán természetesen 1944 után a kommunista állam elkobozza. Először is a falunk tiszteletesét kerestük meg, mert mivel az egyház tulajdonában van a kastély, ő nagyon-nagyon örült, mert eddig még ilyen nem volt, hogy a fiatalok összeálljanak és összefogjanak azért, hogy a falu egyik kincsét gazdagítsák, és nagyon-nagyon örült neki, mindenkinek mondta, hogy milyen ügyesek vagyunk. Ez neki egy meglepetés volt, és mondta, hogy akár miben segít nekünk, hogyha szükségünk van rá. Aztán így idősebbeket is megkerestünk, ők örömmel beszéltek róla, mert valahogy nekik ez a múltjukhoz tartozik, ez a kastély, mert voltak sokan, akik még kicsikorukban látták azt, mikor itt szaladgáltak a bárók, meg nekik vannak emlékeik, kötődnek hozzá. Bár néhány évvel ezelőtt az egyház visszaszerezte az épületet, korán sincs megoldódva a sorsa, hisz az elmúlt években üresen álló kastély jelentősen megrongálódott, és a felújítását a rendeltetés függvényében kellene elvégezni. A rendeltetéséről pedig nem döntöttek egyelőre. Célunk az lenne ezzel a kastélyos webkastély versennyel, hogy a kastélyunkat feljavítsuk, és egy új funkciót adjunk neki, mivel most nem tudjuk használni, mert elég romos állapotban van úgy kívül is, belül is. Annak ellenére, hogy ilyen fiatal vagyok, úgy gondolom, hogy elég sok mindent tettünk már kastélyunk érdekében, és sok információ birtokába jutottunk, amiről eddig nem tudtunk, és úgy számomra, mint többiek számára is, a kastély napról napra többet jelent. Kattintsanak rá a webkastély honlapjára, ahol a Bánfik csapata nagyon sok érdekes történettel próbálja meggyőzni önöket, hogy igenis ez az a kastély, amely megérdemli az önök szavazatát is. Ha pedig meggyőződtek róla, ne habozzanak, szavazzanak. Mi vagyunk a Bánfik, mindenkit szeretettel várunk Nagyfaluban. Ne feledjék, hogy Erdély szerte több száz kúria és kastély vár arra, hogy fölébressze valaki a Csipke Rózsika álomból.